Az első osztályban játszó Glenn viszont a rajongók imádták a szimpatias jeleneteiért. A Philadelphia Phillies-től Glenn Wilson. Mindig elmondom az embereknek, hogy egyetlen oka volt annak, hogy az első osztályban játszottam baseballt. Figyelemre vágytam. Glennt leginkább a jobb szélről indított bejátszásai tették ismerté. Úgy éreztem, hogy mindig is a világ egyik legjobb játékosa leszek. Nem egyszer dobni is felkérték. Amilyen karom volt, és ahogy dobni tudtam, ez olyan élvezetet és annyi izgalmat okozott, hogy átéreztem közben a philadelphiai szurkolók izgalmát is, amikor nézték, hogy dobok. Amolyan játék lett ez nekem a játékban. Glenn felesége Kim máshogy emlékszik vissza a ligában töltött évekre. Kihívás. Nagy kihívás volt. Glenn szenvedélyesen szerette a baseballt, és tudtam, hogy ez nagy feladat lesz, ugyanakkor tele volt magánnyal és ürességgel. Mindig úton voltak. Három fiunk van, és kettőt úgy neveltem fel, hogy ő folyton játszott. Más is zavarta Kimet. Glenn ugyan kereszténynek vallotta magát, de csak névlegesen. 16 évesen fogadtam be Jézust. Azt gondoltam, ez úgy megy, hogy elfogadod Jézus Krisztust uradnak és megváltódnak. Aztán mész és csinálod, amit akarsz. Utána visszajössz és bűnbocsánatot kérsz. Glenn sok évig így élt. Végül 1993-ban, amikor hátsérülést szenvedett a sok évi megerőltetéstől, tudta, hogy ideje visszavonulni. Amikor kisétáltam a baseball világából, az orvosok adtak egy üveg fájdalomcsillapítót, és azt mondták, ezt élete végéig kell majd szednie. Glennnek nem volt tudomása a fájdalomcsillapítók veszélyeiről, így minden nap bevett egy Vicodint, fokozatosan függővé vált. A viselkedése kiszámíthatatlan és irracionális lett. A végén már nem is akartam nyilvános helyre menni. A függőség odáig fajult, hogy jobb volt kerülnöm a nyilvánosságot. 15 év múlva Glenn már legalább napi 12 Vicodint szedett. Egy nap, miközben a fájdalomcsillapítókról nézett egy tudósítást, rádöbbent, hogy függő. Halálra rémültem, és szörnyen dühös is lettem. Másnap elmentem az orvoshoz, és patáliáztam, hogy én nem vagyok drogfüggő, és hogyha nekem ezt abba kell hagynom, ez meg ez fog történni. És feltettem neki a kérdést, miután hangot adtam frusztrációmnak, hogy látott-e már valakit, aki abba hagyta. Nos, erre az orvos azt felelte, igen. Glenn tudta, hogy segítségre lesz szüksége, hogy legyőzze a függőséget, így hát hazament és Istenhez kiáltott. Ez alkalommal komolyan gondolta. Azt mondtam, Istenem, nem tudom, hogyan tudok megszabadulni ezektől a tablettáktól. És nem értek semmihez, csak a baseballhoz. Szükségem van segítségre, tehát odaadom magam neked, tégy velem azt, amit akarsz. És bár, megmondom egészen őszintén, nem igazán tudtam, hogy mit is mondtam. Egy csodás utazás lett belőle. Ahogy alárendelte életét Jézus Krisztusnak, megnyerte a szabaduláshoz szükséges erőt. Tudja, ez tényleg ilyen egyszerű. Keressétek először Isten országát, és mindezek megadatnak néktek. Ezzel éltem. Keressétek először Isten országát. Mit jelent ez? Keressétek először Isten országát. Nos, ez azt jelenti, hogyha reggel felkelsz, keresd először Istent, mert garantálom neked, hogy meg fogod találni. Glenn már nem küzd a függőséggel. Kim szerint imái meghallgatásra találtak. Nagyszerű és igazán alázatos. Szereti a családját, szereti a gyerekeit. Kedves. Az ő története egészen fantasztikus. Okulni lehet belőle. Ő egy nagyon türelmes asszony. A házasságunk 33. évében járunk. Van három csodálatos fiunk. Egy nagyszerű menyünk. És a nagyszülei lehetünk a világ legaranyosabb kislányának.
Évek teltek el azóta, hogy Glenn erős jobbjával nagy hatást gyakorolt a baseball világára, de már nem érdekli a figyelem, jól megvan nélküle is. Elégedett azzal, hogy Krisztusi ember. Amikor elfogadod Jézus Krisztust, uradnak és megváltódnak, Jézus a szívedbe költözik, új teremtmény leszel. Ha őt elveszted, mindent elveszítesz. Úgyhogy én azt tanácsolom, adj esélyt Istennek a függőség felett.